A CEG kosarasai, a ceglidi KKS-a kézisei, a CVS-a focistái, a ceglidi kékcápák kézisei és a CKE kosarasai alkották azt a több mint 200 fős csoportot, akik 10 látványos mérkőzésen szórakoztatták a közel 700 fős nézősereget a Gály József sportcsarnokban. A szervezők köszönik a sportolóknak a részvételt, a leadott adományokért pedig köszönet a nézőknek, akik közül senki sem jött üres kézzel, de hálásak a sportegyesületeknek is a plusz élelmiszercsomagokért. Az összefogás eredménye tehát 1,6 tonna tartós élelmiszer, melyet az előző évekhez hasonlóan a ceglidi hajléktalanoknak és a nélkülöző ceglidi családoknak küldenek el a Vöröskereszten és a Családsegítő Szolgálaton keresztül.